Ukrajna belátható időn belül katonailag nem fog győzelmet aratni ebben a háborúban. Tehát ez nagyon fontos dolog volt az amerikai ezérkali főnöktől. Tehát azt mondta, hogy Ukrajna belátható időn belül nem fog, vagy a, vagy a valószínűsége annak, hogy Ukrajna belátható időn belül katonai győzelmet arasson a, 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 ebben a háborúban, igen, igen kicsi. Ezt mondta. És azt is mondta, hogy igen, jó tenni Ukrajna, hogyha kihasználna a jelenlegi katonai sikereit, és ebből a pozícióból ból ülne le az asztalhoz tárgyalni, és nem kísértenni a hadak is Tehát nagy most parafrázist mondok, most összefoglalom, amit mondott, de nagyjából ez volt a mondani valója. És nagyon igyekezett a a sajtó egy bizonyos része komment, vagy jelenteni a, a, a tábornok beszédének az első része, csak nem mondták a lényeget, aminek valódi hírértéke van. Mert ez volt az első alkalom, hogy egy, egy mértékadó nyugati döntéshoz azt mondta, hogy ezt a háborút az ukránok nem fogják katonailag megnyerni, legalábbis belátható időn belül. Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a Hetek Originals és vendégünk péntek lévén. Robert C. Kastel biztonságpolitikai szakértő, a Neokon főmunkatársa Jeruzsálemből. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll. Jó reggelt kívánok Jeruzsálemből, és nagy szeretettel köszöntöm a nézőket, hallgatókat. Lassan két hónapja beszélgetünk így péntekenként, és nekünk is nagy örömünkre szolgál, hogy milyen sokan követik ezeket az adásokat. És valahogy úgy alakult, hogy szinte minden héten adódott valami olyan kiemelt geopolitikai esemény, amit részletesen elemezhettünk. Ilyen volt például az iráni drónok kapcsán a Perzsa állam hosszú távú stratégiája, vagy Putyin elnöknek a Váldáj konferencián elmondott beszéde kapcsán az új világrendre vonatkozó elképzelések. A korábbi adásokat egyébként itt jegyzem meg, hogy össze is gyűjtöttük, és videónknak a leírásában megtalálható linken vissza is lehet őket nézni. És nyilván erre a hétre is adódott ilyen e, esemény, amik kapcsán fölfűzhetjük a beszélgetést. A lengyelországi rakéta, rakéta incidens kapcsán szeretném azt, hogyha beszélnénk arról, hogy milyen tanulságai vannak az esetnek, ami szerencsére nem vezetett a háború súlyos eskalációjához, amire az első órákban azért számítani lehetett, vagy beleremegett a világ, hogy úgy mondjam. Sok minden csak utólag derül ki. Például azt hogy a lengyel kormány órákat várt a rakéta becsapódás bejelentésével, mert Joe Biden a világ másik felén, Indonéziában, Balina G20-as csúcskonferencián éppen aludt. És mint utólag kiderült, tőle vártak eligazítást, hogy mit és hogyan kommunikáljanak. Ez azt jelenti, hogy amerikai jóváhagyástól függ az, hogy mit és hogyan tudhatunk meg a háborúról egy ilyen fontos esemény kapcsán. Ennyire nincsen már mozgásterük a nemzeti kormányoknak? ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és elég hátborzongató kérdés is, ha belegondolunk, mert föltevődik a kérdés, hogyha ez egy másfajta katasztrófa, egy komoly katasztrófa lett volna, egy komoly háború, vagy egy természeti katasztrófa, hogy akkor is arra várnak, hogy egy idős ember fölébredjen az álmából, tehát ez, ez így elég elég, elég hátborzongató, és komoly kérdéseket vet föl a, a nyugat döntéshozatali mechanizmusaival kapcsolatban is. Hát én biztos vagyok benne, hogy ha van egy általános atomtámadás a nyugat teren, akkor vannak automatikus mechanizmusok, amik ilyenkor működésbe lépnek. De a legtöbb döntés nem ilyen, a legtöbb döntés egy ilyen szürke zónában van. És általában az ellenségeink is kihasználják azt, hogy egy ilyen szürke zónában manővereznek, és akkor mi történik? Ki fogod döntéseket hozni? Nincs egy alelnök Amerikában, tehát nincs a, a, a képviselőháznak a a, az elnöke, a házelnök, aki a harmadik tulajdonképpen a hierarchián a, 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 nemzeti döntéshozatalban Amerikában, tehát szörnyű, szörnyű. Ennek volt éppen a következmény az, hogy az első órákban gyakorlatilag egymásnak ellentmondó, ellenőrizetlen információknak a tömege került ki? Igen, többek között. Abban a pillanatban, hogy nincs egy, nincs egy irányító kéz, egy erős kéz, amelyik irányítja ezt a, ezt a, Fogatott mondjuk, hogy akkor el tud menni mindenféle irányba, és a lovak különböző irányokba húznak, mindenki a maga irányába húz. És láttuk, hogy az ukránok milyen irányba húztak, esetleg a balti államok, azok, akik ö, ö, nagyon örülnek ennek a háborúnak, hogy most végre itt az alkalom, hogy lerendezzük a számlát Oroszországgal, mindent kihasználtak, hogy most rátegyenek még egy lapáttal a dologra. És én azt hiszem, hogy a, a szakértőknek egy része is elég morális, hanem is elég gyalázatosan viselkedett, hogy ahelyett, hogy kinyitották volna a palettát, és a lehetőségeket, és bemutatták volna, hogy mik a, a a lehetséges forgatókönyvek. Egy részük nagyon hamar állt egy bizonyos narratívára, hogy most ez egy meg kell torolni, és azonnal választ kell adni Oroszországnak. Nagyon veszélyes dolognak tartom. Egy ilyen visszhangkamrában élünk, és akkor néha valaki eldob egy, eldob egy pingponglabdát, és akkor a végén egy koncert lesz ezekből a, a, a falakról vissza, visszapattanó pingponglabda zajából. És ebből a zajból még azért mai napig is tart, hiszen kialakult egy ellentmondás vagy vita Volodymyr Zelenszky és Joe Biden között, vagy az amerikai kormányzat között, ami a mai napig nem oldódott fel. Erre szeretném majd egy nézői kérdés kapcsán visszatérni, de eh, előbb akkor arra kérdeznék rá, hogy itt a kibontakozó rakéta háború kapcsán itt lehet megállapítani, milyen szerepet játszanak a rakéták, és a rakéta védelem az ukrán háborúban az eltelt kilenc hónapban ez egy, ez egy ez nagyon nagy kérdés, és meg fogom próbálni le, lebontani néhány, néhány altémára. Tehát, amit a rakétákkal, a katonai rakéták katonai alkalmazásával kapcsolatban kell tudni, hogy gyakorlatilag a kínai tűzijáték rakétákkal együtt született ez a dolog, nagyon hamar felhasználták városoknak az ostromára, mint gyújtóeszközöket, és gyakorlatilag egy több ezer éves eszközről van szó. a rakéták egy több ezer éves eszköz, itt nyugat anyagoltuk őket, és csak a 19. század közepén tértek vissza. Valaki emlékszik a köszív ember fiaiból a kongrév rakétákra, tehát ez volt az első újkori alkalmazása a rakétáknak a nyugaton. A keleten ezeket állandóan használták Indiában, az indiai, meg a kínai hadviselésben használták a rakétákat, és most egy gyors Ugrással előre Ukrajnához láttunk rakétákat a háború minden stádiumában, láttunk a háború elején, főleg taktikai alkalmazást, az első nap pillanataiban a háborúban láttunk stratégiai alkalmazást, mikor orosz nagy hatótávolságú rakéták csapódtak be különböző stratégiai célpontokba Ukrajnába. Ez volt az első alkalmazás. Aztán láttunk egész kis taktikai rakétákat, ezekről a váról indítható páncéltörő és légvédelmi rakétákat láttuk a Kijev körüli harcokban. Utána láttunk később a keleti fronton, láttuk ezeket a HIMARS rakétáknak a megjelenését, és hogy milyen, milyen potens eszköz szerintem bizonyos szempontból el egy, egy, elszalasztott alkalom is volt a Heimars, sokkal potensebben be lehetett volna vetni őket, kihasználni egy technológiai meglepetést, ezt az ukránok nem tették, de így is nagyon-nagyon potens eszköznek számít, és látjuk ezt a tüzérségi párbajt, a 20. századi haditechnika, orosz haditechnika, a front két oldalán látjuk ezeket a párbajokat, és a háttérben ott vannak az iráni taktikai balisztikus rakéták és az észak rakéták, amik megjelenhetnek, vagy talán már ott is vannak az orosz arzenálban. Mire alkalmasak egyébként a harcászatnak ez a formája? Mennyire lehet döntő fordulatot kikényszeríteni ezekkel? Hát a taktikai szinten, ha a harcászati szintet nézzük, akkor a rakétáknak az a nagy előnye, hogy ez egy, ez egy ilyen egységcsomag. Tehát egy, egy ágyú az egy nagy több tonnás tömeg, amit el kell vontatni ide vagy oda, és akkor azt alánylag kis lövedékeket tesznek bele, és kilővi őket. A rakétának az az előnye, hogy általában egy nagyon könnyű álványzatról egy egységcsomagot lehet lehet kilőni, és ennek igen sok, igen sok előnye van. Ez, ami a harcászati szintet illeti. Egy aránylag könnyű eszköz, iszonyatos tűzcsapást tud mérni, mondjuk egy teherautón el lehet helyezni több a 12, vagy, vagy, vagy talán még több rakétát is, és ezekkel egy teherautóról iszonyatos tűzcsapást lehet mérni rövid ideig egy célpontra. Tehát ez megfelel mondjuk több tűzérségi ütek tűzének, amit több ágyú csökkéne. Viszont ezt sokáig nem lehet fenntartani. Viszont a, ahol a, a valódi fontosságát látjuk a rakétáknak, az a hadászati szinten, a stratégiai szinten. Láttuk ezeket a támadásokat Ukrajna energiainfrastruktúrája ellen, a robot repülőgépekkel, amik tulajdonképpen egy fajta rakéták, amik nem rakétamotorral működnek, hanem egy sugárhajtóművel, amelyik a levegőből lélegzik, levegőből veszi az oxigént. A rakéták, a hagyományos rakéták, azok magukkal viszik az oxigént az üzemanyagjukban. Ez a különbség. És látjuk, hogy mekkora károkat okoztak ezek a hadászati eszközök Ukrajnának. Ugye a Lengyelországi incidens az felveti azt a kérdést, hogy Miután kilövésre kerülnek ezek a rakéták, van-e lehetőség bármi e, módon befolyásolni a röppályájukat? Hogyha egy célpontra több rakétát indítanak el, és e, látható, hogy e, valamelyik céltéveszt, akkor lehet-e utólag beavatkozni abba, hogy valamilyen önmegsemmisítő ön módon ez ne e, okozza még nagyobb kárt, vagy egyszerűen akkor e, ezek már e, magukra vannak hagyva, úgymond a levegőben? ez egy nagyon jó kérdés, és ez igen függ a rakétáknak a fajtájától. Egy balisztikus rakétának pont az a célja, hogy, hogy adunk neki egy kezdeti löketet, mint egy ágyugorjónak egy rakéta amelyik egy bizonyos pillanatban kiég a rakéta motor, és attól a pillanattól kezdve az a, robbanófej az a robbanó fej gyakorlatilag egy tehetetlenségi pályán mozog, mint egy eldobott kő, és azt már nagyon nem lehet irányítani. Vannak olyan eszközök, amik tudnak manőverezni, miután a rakétamotor kiégése után is. Vannak ezek a kvázi pályájú rakéták, amiket direkt az Azért fejlesztette ki, hogy ne lehessen könnyen megjósolni annak a robbanófejnek a pályáját, és ezzel leküzdeni. Tehát vannak már ilyen eszközök, és vannak olyan rakéták, amik gyakorlatilag végig az egész utazásuk során lehet irányítani a, 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 az irányukat. A légvédelmi rakéták egy klasszikus példa, de ott is egy adott pillanatban elfogy a rakétamotornak a. a az üzemanyaga, és akkor gyakorlatilag irányíthatatlanná válik egy ilyen, egy ilyen rakéta, és akkor ilyenkor szoktak bekapcsolni önmegsemmisító mechanizmusokat. Tehát az egészen kis, váron indítható rakétáknak is relatíve primitív rakétáknak is már vannak olyan rendszerei, amik önmegsemmisítőek. Mondjuk 800 méter után egy RPG 7-es rakéta, itt Vukic Ferenc kollégától tanultam ezt meg a dolgot tegnap, én azokat az én, az RPG 7-esek, amiket én ismertem, azokon ezek a rendszerek még nem voltak, de úgy látszik, hogy a későbbi rendszerekben már ilyen egész primitív rendszerekben is voltak ilyen önmegsemmisítő mechanizmusok, és nagyon, nagyon logikus, hogy miért. És hogyha egy egész nagy eh, eh, több száz, több tucat vagy több száz kilós robbanófejről van szó, akkor még fontosabb, hogy egy ilyen mechanizmus működjön. Ugyanakkor kell legyen egy másik mechanizmus is, ami megakadályozza azt, hogy ez a robbanófej berobbanjon, akkor is, hogyha nem akarjuk. Tehát itt több, több ilyen biztonsági mechanizmus van egy ilyen rakétában. A Lengyelország incidens esetén egyébként egy ilyen önmegsemmisítés nyomán hullhatott darabjára az az eszköz, ami aztán ugye két embernek sajnos halálát is okozta Lengyelországba, vagy ez összeütközött egy orosz rakétával és annak az ütközésnek a következményében következtében hullott le mit lehet erről tudni az utóbbi hónapokban láttuk, hogy mennyire veszélyes képek alapján elemezni, és abból megjósolni dolgokat, hogy inkább ebbe, ebbe a zsákutcába én inkább nem mennék bele az engedelmével, de ezek, ezek mind, mind, mind lehetségesek, ezek mind lehetséges variánsok. Egy ilyen, egy ilyen rakéta vagy rakétának a maradványai, mikor becsapódnak, akkor több mechanizmuson keresztül is tudnak hatást kifejteni. Az egyik a kinetikus energiája egy tehetetlen testnek, amelyik becsapódik, a másik a robbanófej, és a harmadik pedig a, az az üzemanyag, ami a rakétának a motorja, benne marad. Tehát ez, ez, ezek együtt is, vagy külön-külön is működésbe léphettek itt, én a képekből nem tudom megítélni. Nem vagyok se tűzszerész, se légvédelmi szakember, úgyhogy nem, nem szeretnék ilyen diagnózisokba bocsátkozni. Akkor ne is menjünk bele ebbe az utcába, viszont azért felveti a kérdést, hogy ez most egy ilyen elszigetelt incidensnek tekinthető, vagy hát ennek nagyszabású rakéta háborúnak, amiről beszéltünk, lehetnek rendszeresen ilyen következményei, csak legfeljebb nem hallunk róla, mert nem idegen országnak a területét érinti, hanem Ukrajnát. Voltak -e erről hírek, beszámolók, információk, hogy ukrán területen is történhettek hasonló incidensek? itt gyakorlatilag két, 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 nagy lehetőségünk van, ha ki akarjuk nyitni a palettát, két nagy lehetőségünk van. Az egyik, hogy baleset, a másik pedig, hogy provokáció történt. És talán a provokációval kezdeném, ez egy kicsit olyan konteósebb, kicsit szexisebb, de tény az, hogy ezek az, az S-300-as rakéta, az bevethető szárazföldi célpontok ellen is. Ha az emlékezetem nem csal, 2005-ben vagy 2006-ban volt egy hadgyakorlat az orosz tábor keleten, amikor pont ezt próbálták ki. Hogyan lehet egy ilyen légvédelmi rakétát szárazföldi célpont ellen, mondjuk egy harcálláspont, vagy egy harckocsi koncentráció ellen bevetni. És itt van egy probléma ennek a rakétának, nincs egy olyan terminális eh, eh, irányító feje, mint mondjuk a, a páncéltörő rakétáknak. Vannak páncéltörő rakéták, amiket erre fejlesztettek ki, viszont ennek nincs ilyen. És akkor ezért a egész a célpontig gyakorlatilag a, irányítani kell, kézileg irányítani kell, hogy, hogy becsapódjon, és ezek a rakéták nem túl pontosak. tehát Nyilvánvaló, hogy ez egy másodlagos alkalmazás, és nem erre fejlesztették ki őket. De így is fel lehet használni ezeket a légvédelmi rakétákat, és ez az alapjának a rengeteg konteónnak most ezt óvatosan mondom azt, hogy Conteo, mert ami ma Conteó holnap debunked, és holnap után pedig már tény. Tehát van egy ilyen karrierje ezeknek a conteo hogy lehet, hogy holnap ez lesz a ez lesz a valóság, de van egy ilyen lehetőség, és a technológiailag ez teljesen elképzelhető. És akkor, ha felvetődik a kérdés, hogyha kilőttek két rakétát Ukrajnából, mi a lehetőség annak, hogy mind a kettő egyszerre, mind a kettőn az ömegsemmisítő mechanizmus egy, 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 egyszerre nem működjön, ugyanoda csapódjanak be. Tehát vannak itt egy, egybeesések, és akik ezt a föld-föld alkalmazás forgatókönyvet vetik föl, érdemes odafigyelni erre is. A másik dolog, amit el kell mondani, hogy ez egy baleset volt, és azt is el kell mondani, hogy ezek a, ez a, az S-300-as légvédelmi rakéta, ez rengeteg problémát okozott. Ugye a közel 2002-ben egy ilyen eszköz lelőtt egy, egy repülőgépet, amelyik Novosibirskbe repült, ott meghaltak, ott is több, több, száz ember meghalt, vagy több, nem, is, nem tudom hányan, több tucat, vagy több száz ember meghalt. 2002-ben is egy ilyen rakéta miatt, amit tulajdonképpen egy célpont drónra lőttek ki egy hadgyakorlat során, a rakéta eltévek, és pár száz kilométerrel ar ter arrébb eltalált egy utasszállító repülőgépet. A közelkeleten a szírek által kilőtt légvédelmi rakéták becsapottak Jordániába, okoztak halálos áldozatokat. Izrael fölött kellett lelőni egy légvédelmi rendszerrel egy ilyen rakétát. Tehát ezek, ezek, van egy bizonyított történelme ezeknek, a, vagy egy rekordja ezeknek a, az S-300-as rakétáknak, hogy baleseteket okoznak, és nem, nem, elképzelhetetlen, hogy itt is ez történt. Ja, említette Izraelt, és hát van ország, amelyiknek van tapasztalata rakéta incidensekben, illetve rakéta háborúban. Ugye Izraelre az elmúlt Évtizedekben, most már visszatekintve, több mint tízezer különböző rakétaeszközt lőttek ki. Ezek e, különböző fajtájúak, és nem csak primitívek vannak közöttük, már idézőjelben primitívek. Azért hadd e, emlékezzek vissza arra, hogy e, most már ilyen 15 évvel ezelőtt egy forgatócsoporttal jártam a Gáza jövezet közelébe fekvő Zerót városában, pont egy nappal azután, hogy oda becsapódott egy a világ sajtóban primitív, szinte csúzlinak emlegetett eh, kacsusa eh, rakéta, és láthattam azt, hogy milyen pusztítást okozott egy családi házat, eh, szinte félig lerombolt nagy szerencsére, a család pont a épületnek a másik felében tartózkodott, így nem volt halálos áldozat, de ezek a legprimitívebb eszközök is eh, nagyon fájdalmas eh, Husztításokat tudnak okozni. És akkor ehhez képest ugye, azt látjuk, hogy Gázában is már sokkal fejlettebb rakéták állnak rendelkezésre, nem beszélve arról, ami Északon, Libanonban a hezbollah a rakéta fegyverzete, illetve még távolabb Iránnak az eszközei. Hogy ezekkel szemben Izrael hogyan tudott elkezdeni védekezni, meddig sikerült eljutni, és mik azok, amik továbbra is egzisztenciális fenyegetést jelentenek? Ja, a kérdéstelen. Két, két részre bontanám le, az egyik az elméleti, a másik pedig a gyakorlati. Ami az elméleti részét illeti látjuk, hogy a támadás mennyivel erősebb, mikor ilyen stratégiai bombázásról van szó, a mennyivel milyen könnyű kilőni egy ilyen, megépíteni és kilőni egy ilyen rakétát, vagy egy drónt, és milyen nehéz leszedni. Tehát ezek az első gázai rakéták, ezek gyakorlatilag ilyen öntözőcsövek voltak, amiben összekevertek ö, műtrágyát ö, gázolajjal, az volt a hajtóanyag nagyjából, és egy egész primitív robbanófej, és tökéletesen elég arra, hogy megöljön egy családot, ahogy láttuk itt Izraelben is. Tehát nem szabad lebecsülni ezeket az eszközöket, és ezek a primitív öntözőcsövek, mikor százával lövik ki őket egyszerre, akkor le tudnak hengerelni egy nagyon-nagyon fejlett és nagyon drágán kiépített légvédelmi rendszer. Tehát ez az egyik dolog. A, másik dolog pedig az, hogy az izraeli légvédelmi rendszer az rétegekből áll. Tehát a leg, legalacsonyabb réteg, a legközföld közelébb réteg, mondjuk úgy azok a lézerfegyverek, ez az Iron Beam, meg ezek az eszközök, amik most kezdenek valójában hadrendben állni, és valójában elvégezni a munkájukat. Eddig inkább ilyen kísérletiek voltak. A következő réteg az a, az, az amit látunk, és amiből most Magyarország is vesz a rendszerből bizonyos alkatrészeket. E fölött van a Dávidnak a paritjája, amelyik ilyen középható távolságú é, fenyegetések ellen alkalmas, és gyakorlatilag mindent le tud szedni. A hiperszonikus rakétákkal kapcsolatban nem vagyok biztos, de minden más gyakorlatilag drónokat, balisztikus rakétákat, cirkáló robot repülőgépeket, mindent le tud szedni, és akkor e fölött van a, a Patriot meg a, az Arrow, a nyíl rendszerek, a nyíl 1-2-3, amelyik már a légkörön túl igen, igen nagy magasságban gyakorlatilag a, a világűrben küzdi le ezeket a bal, nagy hatótávolságú balisztikus rakétákat. De még egy ilyen rendszer is, ez a nagyon drágán képített rétegekből álló rendszer is, le lehet hengerelni, hogyha nagyon sok célpontot lövünk ki rá. Tehát ideig van a, a, az elméleti dolog, és a gyakorlati része a, a válasznak az, hogy a, iszonyatosan nagy kihívás, olyan rendszert kiépíteni, ami választ tud adni aknagránátoktól, kezdve interkontinentális balisztikus rakétákig mindenre, és nagy és drónokra is, és nagy tömegben alkalmazott drónokra. Nagyon nagy kihívás. Jelenleg szerintem egyetlen egy ország se képes ezekre hatékony választ adni, Izrael sem. Ezekből a rétegekből, amit említett most az ukrán fronton, melyek azok, amik alkalmazásra kerülnek, milyen szintig, milyen szinten zajlik ott a rakétaháború, illetve azzal szembeni elhárítás? Igen, itt is látszik az, hogy a évtizedeken át a, a nyugatnak a paradigmája az volt, hogy nagyon fejlett, nagyon drága rendszerekből veszünk keveset, és akkor abból csinálunk nagyon ilyen é, 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 sebészi precízióval végrehajtott é, katonai akciókat. És látjuk, hogy az oroszok a, a, ők egy teljesen más paradigmát választottak, inkább a mennyiségre mennek, és akkor látjuk, hogy ezek a krajcáros iráni drónok, amikről beszéltünk talán a múltkor, milyen, milyen, hatékonyak és milyen pusztítást tudnak végezni Ukrajnába, és gyakorlatilag nincs védelem ellenük. Nem azért, mert egy drónt nem lehet lelőni. Tehát sokszor elkövetik a, 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 laikusok azt a hibát, hogy ez, ezt a problémát, mint egy drónt, vagy mint eszköz-eszközt szembe kezelik ezt a kérdést, és akkor mi a probléma lelőni, tudom, egy gepárdal, vagy a német légvédelmi eszközel egy ilyen drón? Semmi. Nagyon egyszerű. De mikor olyan ezer ilyen drón, vagy száz ilyen drón, néhány óra leforgása alatt, Nincs az a rendszer a világon, amely képes ezeket leküzdeni, és ha tíz ilyen drón becsapódik, akkor olyan kárt okoz, amely több nagyságrendel nagyobb, mint, mint amiben ez az egész dróntámadás került. Ugye fölmerült nézők is föltették a kérdést, hogy a Lengyelország incidens kapcsán miért nem lépett működésbe NATO légvédelem. Ez egy e, súlyos hiányosságra utal rá, vagy egyszerűen ez nem volt egy olyan szintű fenyegetés, amivel szemben ezt alkalmazni kellett volna? Igen, azt hiszem én is. E, talán az első között voltam, akik föltettem ezt a kérdést, hogy most annyira bele vagyunk, belelovaltuk magunkat ebbe, hogy kilőttek ki az ukránok, vagy az oroszok, ez az orosz-ukrán vitában annyira belelovaltuk magunkat, hogy nem látjuk a lényeget. És mi a lényeg? Az, hogy a nato nak a légvédelme igazából nem működik túl jól. Láttuk azt a háború elején azt a, dront, amelyik lezuhant Horvátországban, átrepült több NATO légtere fölött, és senki a füle sem mozgatta. Most Lengyelországban mit történt? Adva van egy ország, ami mellett a az ország határa mellett háború folyik már hónapok óta. Tehát nagy meglepetés nem volt a lengyeleknek, hogy ott egy háború folyik. É, az se volt egy nagy meglepetés, hogy ennek a háborúnak a része ezeknek a hosszú hatott távolságú csapásmérőeszközöknek az alkalmazása. Az se volt meglepetés, hogy Ukrajna határa mellett Vév kör környéke, meg a Volinoblastban, meg Kárpátalján is csapódtak be ilyen rakéták, tehát egész közel nyugathoz. És akkor a lengyel védelem vagy a NATO légvédelme é, készen kellett álljon erre a dologra. Most mivel magyarázható az, hogy meg se szólaltak a szélénák, azt nem tudom megérteni. Az, hogy nincs olyan eszköze Lengyelországnak, ami le tudja, amivel ezt le tudja küzdeni, azt meg tudom érteni. De megnyomni egy gombot, vagy egy automatikus rendszer, ami bekapcsolja a légvédelmi rakétákat, ennek működnie kéne. És akkor föltevődik a kérdés, hogy ez egy orosz támadás lett volna, és nem egy baleset, akkor mi történt volna Lengyelországgal? Nem tekinthető egyébként annak a, egy óvatosságnak a NATO részéről, hiszen hogyha egy légvédelmi ellenlépés alkalmaznak, akkor, akkor az már valamilyen szinten a nato a beavatkozását jelentette volna ebbe a háborúban. Nem lehetett egy ilyen megfontolás emögött? Lehet, hogy volt egy ilyen megfontolás, de én azt hiszem, hogy a magyarázat, amit a NATO főtitkár adott erre, hogy hát látták, hogy ezeket a rakétákat, ezek az ő rakétákról beszélt, ezeket a rakétákat Ukrajnából lőtték ki, nem Oroszországból, és ezért nem reagált a NATO légvédelem. Ez elnézést a, a megfogalmazásé, de ez egy elég hülye válasz. Mert hogyha az én országomra kilőnek egy rakétát, az teljesen mellékes, hogy azok amerikai rakéták, a szövetségesünk rakétája, amiket tévedésből lőttek ki, azok semmi úgy meg tudnak ölni embereket, vagy emberek tucatjait. Tehát valamit kell tenni ellenük. Teljesen mellékes, hogy honnan jönnek. És akkor azt, hogy fölnézek, azért látom, á igen, ez egy ukrán rakéta, ott van rajta a kék-sárga, akkor nem csinálok semmit. Ahogy esik úgy, pufa. Ez egy, nem, egy, nem, egy, nem, egy, nem egy okos válasz, mondjuk úgy. Nem egy okos válasz, és én nem tudom, hogy mi ment. mi, mi, mi mi, mi volt a NATO döntéshozatal hátterében, de ha én most Lengyelországban laknék, én, én nem, nem aludnék túl jól. És én arra gondolom, azt, azt szeretném még, még mondani, hogy ezzel kapcsolatban hogy a, az érv, hogy nem akarták evel mondjuk fokozni a helyzetet, ez úgy igazából nem, nem, nem elfogadható, mert ha le is lőtték volna ezeket az eszközöket, hol lőtték volna le őket? Nem orosz terület fölött, hanem vagy lengyel, vagy ukrán terület fölött. Tehát mindenképpen a családon belül marad mondjuk úgy a dolog. Tehát ez, ez egy ez egy, ez egy megfontolás. Még ezzel kapcsolatban is volt egy másik hír, hogy valós időben egy amerikai felderítő felderítőgép is nyomon követte ennek a rakétának a röppályát. Mire alkalmasak a rakétavédelem men belül a repülőgépes felderítés megelőzés. Ez a, az évx egy nem, nem egy új eszköz, de állandóan tovább fejlesztik. Gyakorlatilag egy repülő harcálláspont és egy repülő radarállomás, amelyik igen magasról észlelni tud, légit, több száz légicélpontot tud követni, és a, a, a földi radarokkal ellentétben a földnek a, a, a görbülete nem befolyásolja a működéset, de felülről néz egy ilyen... A, az atya úristenek a nézőpontjából nézi a harcteret, és föl tudja térképezni. Van ennek egy szárazföldi megfelelője is, a, 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 a J-Star, amelyik a, a szárazföldi eszközök mozgását figyeli a terepen. Tehát gyakorlatilag egy számítógépes játékhoz hasonlóan átláthatóvá teszi a, a harcteret, ugye a légi, mint a szárazföldi harcteret, és bármi, ami ott történik, azt, azt, azt látjuk. És ezek a, a légvédelmi rakéták, ezek nem lopakodó rakéták. Tehát, hogyha az az orosz rakét, amit kilőttek, annak igen kicsi a, a radar keresztmetszete, igen nehéz észlelni, bizonyos szinte lopakodó rakéták, de ezek a légvédelmi rakéták nem azok. Ezek egy nagy, kövér, jól látható célpontok a levegőben, és hogyha ezeket az ÉVAX-nak mindenképpen érzékelnie kellett és abból kiindulva, hogy természetszerűleg a NATO állandóan figyeli, figyeli, az ukrán légteret a háború miatt, nem, 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 nem valószínű, hogy ne látták volna ezeket a rakétákat, és ne tudták volna őket követni. És hogyha a háborúról most egy lépéssel tovább megyünk a világ másik felére, ahol zajlott Indonéziában, Bali szigetén a G20-as csúcs találkozó, amit Volodymyr Zelenszky ukrán elnök következésen G19 csúcs találkozónak emlegetett figyelmen kívül hagyva Oroszországot, akkor így utólag mit lehet megállapítani erről a csúcstalálkozóról, mármint az ott megjelent nyilatkozatokról, eseményekről, hogy mennyire változtatta meg a háború eddigi menete a nagy nemzeteknek, hogy ez a húsz legnagyobb nemzetnek az erőviszonyait kik lehettek, itt meg, kik jelenhettek itt megerősödve, mi nyilván emlegették, hogy Joe Biden megerősödve a félidős választás után mehetett oda a találkozóra, kik lehettek eddig azok, akik számításai jobban bejöttek, mit lehet mondani az Európán kívüli hatalmakról, mi az, amit így meg lehet állapítani a elhangzottakból. Szerintem a G20-as találkozón, vagy G19-es teljesen mellékes találkozón a legfontosabb dolog az, ami nem történt. És mi az, ami nem történt? Nem sikerült kikalapálni egy olyan közös nyilatkozatot, ami, ami vállalható lett volna mind a 20 állam számára. Tehát akik még mindig hisznek abban a narratívában, hogy az egész világ mögöttünk áll, meg sikerült teljesen elszigetelni Oroszországot, meg ezeket a, a dolgokat, amiket a háború első pillanata óta hallunk, ez, ez újabb és újabb bizonyítékokat kapunk arra, hogy mennyire nem sikerült. Tehát most senki nem arra kérte a G20-as államokat, hogy egy emberként zárják ki ebből a fórumból Oroszországot, vagy további szankciókat versenek ki Oroszországgal. Csak egy dolgot kértek tőlük, hogy mondjanak valamit, deklaráljanak valamit, amiben mindenki meg tud egyezni. Még ebbe se lehetett meg. Megegyezni. Hát hogyha egy, egy, egy kommunikátnak, egy deklarációnak a szövegében nem tudunk megegyezni, akkor mibe tudunk megegyezni tulajdonképpen? Semmiben. Semmiben. Tehát én azt hiszem, ez egy, ez egy nagy politikai győzelem Oroszországnak, még akkor is, hogyha ezt nem így konferálják le. Igen, szomorú dolog tulajdonképpen, de ez a helyzet. Mennyire lehet jelentőséget hozni például incidenseknek, mint Xi Jinping kínai elnök és Justin Trudeau kanadai miniszterelnöknek a beszámolók szerint kínos folyosói találkozója, vagy egymást, ahol számon kérték, hogy miért számolt be a kanadai sajtó erről a korábbi négy szemközti találkozóról, és hogyan. Tehát lehet arra utaló jeleket látni, hogy itt azért vannak ebben az országcsoportban, a hatalmi csoportban belső feszültségek? A G20-as tulajdonképpen nem egy hatalmi csoport, hanem egy, egy fórum, ahol összeülnek, ahol találkoznak a, a világ vezető gazdasági hatalmai, és főleg gazdasági, pénzügyi, környezetvédelmi kérdéseket vitatnak meg, kevésbé biztonsági kérdéseket. Ez nem az NSBT, hanem a G20-as. És e, teljesen egyértelmű, hogy Kína szempontjából, a Kína konfliktus az Egyesült Államokkal, az egyből besorolja az Egyesült Államok mellé Kanadát is, és a többi, többi nyugati államot. Úgy Kína, mint Oroszország úgy érzi, hogy szemben állnak egy, egy, egy nyugati blokkal tulajdonképpen, aminek van egy angol száz magja, és akkor a, körül van egy nyugati blokk, és ők ezekkel, ezekkel, állnak szemben, és minden ilyen incidens aztán befolyásolja, ugye, hogy a gyönyörű szélzott erre befolyásolja az általános képet. És hogyha azt nézzük meg, hogy a csúcs találkozó után közelebb kerültünk valamennyire is a konfliktusnak egy tárgyalásos megoldásához, vagy inkább távolabb, akkor mit lehet megállapítani? Én azt hiszem, hogy mindenképpen távolabb kerültünk tőle, mert lehet, hogy Joe Biden nem kapta meg a, a, azt a választások alatt azt a sárga, sárga lapot, amit megérdemelt volna, és ami elgondolkoztatta volna politikájával kapcsolatban, viszont a, a G20-as találkozó igen ékes szóló, bizonyíték annak, hogy nem tudunk megegyezni semmiben, és Joe Biden nem volt képes, vagy az amerikai adminisztráció, a Truman adminisztrációtól eltérően nem volt képes egy olyan politikát kidolgozni, vagy olyan é, é, olyan é, álláspontot kidolgozni, amivel el tudja szigetelni Oroszországot. Hát a, a célja az lett volna ennek a, ennek a találkozónak, hogy a nyugat álláspontját a többi gazdasági nagyhatalom elfogadja, és akkor ez egy lépés lett volna Oroszország elszigetelése felé. Hát ezt nem láttuk. Ezért mondtam azt, hogy ami, ami nem történt meg, az fontosabb, mint az, ami megtörtént ezen a G20-as találkozón. Ugye beszéltünk itt a médiának a szerepéről és a Lengyelország incidens kapcsán. Volt a héten egy médiakonferencia hallottam egy találó kifejezést az egyik előadótól. Azt mondta, hogy megjelent a plebejus újságírás, a laikus posztolók és kommentelők nem csak hogy aktív véleményformálók lettek, hanem egyes esetekben azt lehet látni, hogy józanabbul, kiegyensúlyozottabban reagálnak aktuális eseményekre, mint, mint, a hivatalos véleményformálók vagy újságírók. És nyilván sok a közösségi platformokon a szélsőség, de azért látunk ilyen érdemi hozzászólásokat, és mi is kapunk ennek a műsornak kapcsán, amit ezúton is nagyon köszönök. És ezekből válogattam is néhányat, és szeretném megkérni, hogy reagáljon rájuk. Az egyik, amit már utaltam, hogy kialakult egy vita Zelenszky, Ukrán és Joe Biden amerikai elnök között a lengyelország incidensnek a megítéléséről, és ezt írta a nézőnk, hogy azt mondják az okosok, hogy az amerikai gazdáknál van a vita, ott is vannak Kissinger pártiak, meg Soros pártiak az eliten belül, Zelenszky az utóbbiak, vagyis Sorosnak az embere, és hogy most ott kint két oldal vitatkozik azon is, hogy mi történt, illetve mit is kelljen kommunikálni. És mintha a Kissinger pártiak érvei győztek volna, de ezt még nem akarják elfogadni teljesen a Soros pártiak. Ez jelenik-e meg esetleg az eltérő kommunikációban kérdezi a nézőnk. Köszönöm szépen a kérdést. Én nem vagyok benne biztos, hogy ezeket a személyeket választottam volna, hogy az ő nevükkel témjelezem ezt a két tábort. De kétségtelen, hogy van két, két elképzelés az ukrán háborúval kapcsolatban. És a, 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 az egyik elképzelés az, hogy fantasztikusan csináltunk mindent, amit eddig csináltunk, csak, csak így tovább, csak így kell folytatni. És akkor ezzel szemben tegnap láttuk a, az amerikai vezérkari főnök, tulajdonképpen, leegyszerűsítsük a, a címét, ez, a, a, a vezérkari főnökök Egyesített Bizottságának az elnöke, ez a formális címe, de mondjuk az amerikai fegyveres erők főparancsnoka tulajdonképpen, és vezérkari főnöke tulajdonképpen a főparancsnok az az elnök, és önnyilatkozott úgy, hogy ezt a, ebben a háborúban Oroszország nem fogja elérni a céljait, hogy mi szerint meg akarta hódítani egész Ukrajnát. Ez, 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 kevésbé volt érdekes, amit mondott, ugyanakkor mondott még egy nagyon érdekes dolgot, amit a magyarországi sajtó nagy része nagyon igyekezett nem észrevenni. De azt mondta, hogy Ukrajna belátható időn belül katonailag nem fog győzelmet aratni ebben a háborúban. Tehát ez nagyon fontos dolog volt az amerikai az ezérkali főnöktől. Tehát azt mondta, hogy Ukrajna belátható időn belül nem fog, vagyis a, vagy a valószínűsége annak, hogy Ukrajna belátható időn belül katonai győzelmet arasson a, a, ebben a háborúban, az igen, igen kicsi. Ezt mondta. És azt is mondta, hogy igen, jó tenni Ukrajna, hogyha kihasználna a jelenlegi katonai sikereit, és ebből a pozícióból ból ülne le az asztalhoz tárgyalni, és nem kísértenni a hadak is Tehát nagy most parafrázist mondok, most összefoglalom, amit mondott, de nagyjából ez volt a mondani valója. És nagyon igyekezett a a sajtó egy bizonyos része komment, vagy jelenteni a, a, a tábornok beszédének az első része, csak nem mondták a lényeget, aminek valódi hírértéke van. Mert ez volt az első alkalom, hogy egy, egy mértékadó nyugati döntéshozó azt mondta, hogy ezt a háborút az ukránok nem fogják katonailag megnyerni, legalábbis belátható időn belül. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és én azt hiszem, hogy ezek a hangok egyre jobban erősödnek. És látjuk azt, hogy az amerikai hadsereg egyre kevésbé képes ellátni, az amerikai állam egyre kevésbé képes ellátni fegyverrel Ukrajnát, és valahol ennek de véget kell szabni tulajdonképpen. Igen, tehát a nézői kérdés, hogy hozzászólás arra utalt, hogy, hogy Kissinger ezt már néhány hónappal ezelőtt fölvetette, meg is kapta érte a magáét a sajtóban, hogy olyat mondott ki, ami nem a teljes ukrán győzelemre, hanem egy kompromisszumos megoldásra vonatkozott. Egy másik kérdés, ezt Tamástól kaptuk, még egy korábbi beszélgetéshez kapcsolódóan. Kedves Péter és Robert, hogyan látják az iráni helyzetet a tüntetések után? Meg fog bukni ez a rendszer? Mi lesz, ha menej a halála után? Köszönöm, ez egy nagyon jó kérdés. És Iránnal kapcsolatban én azt hiszem, van egy dolog, amit általában nem, 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 nem értünk meg. Mindig, mindig egy, egy, ilyen vallási diktatúráról beszélünk, egy ilyen teokráciáról beszélünk. De ebben a, ebben a matriuska babában, amelyik a, 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 ez a teokrácia, ez a vallásos diktatúra, van egy katonai diktatúra is. És nem kizárt, az én azt hiszem, az, az én szememben legvalószínűbb forgatókönyv az, hogyha meg is bukik ez a vallási diktatúra, a, a, a következő bab, amelyik benne van ezekben a végtelen sok iráni babákban, az a katonai diktatúra, azt fent fog maradni. Tehát van egy, van egy ez, az, ez a rendszer nem csak a. a, 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 a a vallási vezetőknek az uralmára alapul, hanem az iráni forradalmi gárdának, amelyik egy ilyen alternatív, egy párhuzamos hadsereg tulajdonképpen az iráni hadsereg mellett létezik egy párhuzamos forradalmi gárdának a szárazföldi hadsereg, a légierre, a rakét, van két párhuzamos hadsereg irányban, és a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy épp úgy, mint a román forradalomban, be fogják áldozni a, az ideológiai kirakatot, ezeket az ajatollákat, be fogják áldozni, hogy a, a katonai diktatúra maradhasson. Most akkor a kérdés az, hogy a, a, az Iráni hadsereg mit fog ehhez szólni, hogy, a, a, hogy ez a mostani rendszer tovább folytatódjon, és az alternatív hadsereg vigye tovább a, 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 az üzletet, vagy pedig átveszik az uralmat, és lesz egy, lesz egy polgárháború tulajdonképpen Iránban. Ez sem elképzelhetetlen. És az iráni atomprogram szempontjából mit jelent ez a két alternatív? Ugye lehetett a héten egy olyan írt olvasni, hogy izraeli értékelés szerint két év távolságban van Irán, attól, hogy önállóan atomfegyvert legyen képes elejteni. Az elmúlt években sokféle értékelést hallhattunk erről, volt, ami ennél rövide volt, ami ennél hosszabb időtávot jelölt meg. Most ezeket a változásokat, amit ön említett Iránon belül, ezek inkább gyorsíthatják, vagy fékezhetik az atomprogramot? Az, atom, az atomprogram, az atomfegyver egy olyan eszközt, amit igen nehéz a saját lakosság ellen, ellen, bevetni. Hát én azt hiszem, hogy Iránnak most jelenleg több gumibotra van szüksége, és kevesebb atombombára ahhoz, hogy a jelenlegi problémáit megoldja. És látjuk, hogy importálják is ezeket a gumibotokat, tehát képletesen szólva Libanonból a Hizbala küldött harcosokat, hogy segítsenek a Basijnak leverni ezeket a lázadásokat, egyenlőre nem túl nagy sikerrel. És én azt hiszem, hogy ami az iráni atomprogramot illeti, Irán nem csak egy vallás, nem csak egy forradalmi állam, nem csak egy Teokrácia, hanem egy vallásos diktatúra, hanem egy cí, ősi civilizáció is. És azt hiszem, hogy ez nem csak egy iszlám bomba, ami ott készül, hanem, hanem ez egy Perzsa bomba is egy civilizáció, egy olyan jelkép, ami ami azt, jel, jel, azt akarja jelképezni a világ számára, hogy a perzsa civilizáció visszatért, és legalábbis, legalább az indiai, vagy a kínai, vagy a hasonló nyugati civilizációval kvázi ekvivalens szinten áll, mert sikerült ezt a jelképet kitermelnie. Tehát van egy ilyen jelentősége is ennek a bombának. És én, én azt hiszem, hogy hosszú távon az atomfegyverek terjedését nem lehet megállítani. A kérdés az, hogy a, vannak, a képességek mellé milyen szándékok társulnak. És hogyha a szándékokat meg tudjuk orvosolni, tudjuk a szándékok problémáját, hogy ne egy ilyen forradalmat exportáló vallási fanatikus rendszer eh, üljön ezen a piros gombon, akkor, akkor már megoldjuk a probléma felét szerintem. És akkor végre egy kérdés, amit Konrát tett föl. A nyugatnak meg kell érteni, hogy a hegemóniájával összefüggő kettős mércével nem gyakorolhatja tovább a világhatalmat. Mit értek ez alatt, Te a kérdést a Oroszország és vagy Kína nem akarja és nem is veszik körül nagyható távolságú rakétákkal az Egyesült Államokat. Akkor milyen alapon veszi szorító fogásba a nyugat, a keleti nagyhatalmakat? Köszönöm a kérdést, Konradnak. Én általában nem, nem szoktam ilyen milyen alapon, meg, tehát ez, ez, ezek morális kérdések, hogy milyen alapon. Azon az alapon, hogy, hogy ők az erősebbek. Én biztos vagyok benne, hogy Kína nagyon-nagyon szeretné körülvenni a nyugatot rakétákkal. Oroszország is nagyon-nagyon szeretné a nyugatot körülvenni rakétákkal, és láttuk, hogy meg is próbálták a kubai rakéta válság alatt. Csak nem tudják, per pillanat még ezt nem tudják, é, é, nem tudják megtenni. És én teljesen egyetértek Konrád abban, hogy a, a nyugatnak ö, nagyot kell változtatni a politikáján, hogy Metternich mondta, ha mindenek meg kell változni, vagy nagyon sok mindenek meg kell változni ahhoz, hogy azt akarjuk, hogy minden úgy, úgy maradjon, ahogy, ahogy most van. Tehát nagyon sok mindenek meg kell változnia, és én azt hiszem, hogy a, a leg, legnagyobb hibája a nyugatnak, amit, amit elkövet ez a fajta... Ö, Zsihád, ideológiai dzsihád, amelyiket tüzelvassal terjeszt a világon, és én azt hiszem, hogy a nyugati értékeket inkább személyes példával kéne terjeszteni, és nem, nem evel a morális imperializmussal mondjuk így, hogy mindenáron áron rá kell erőszakolni az értékeinket Kínára, Oroszországra, Indiára, ez nem szülő jóvért. Nem szül jó vért. Robert szikten nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre rát és legközelebb már nem. Zoom kapcsolaton keresztül Jeruzsálemből, hanem itt Budapesten fogjuk folytatni. Kivételesen nem jövő pénteken, hanem a rákövetkező hétfőn várjuk Önt szeretettel itt a hetek stúdiójában, és különböző helyszíneken személyesen is találkozhat a közönség Önnel. Ezeknek a programját az interneten meg lehet találni, úgyhogy addig is köszönöm, és akkor a viszontlátásra legközelebb itt Budapesten. Viszontlátásra. Köszönöm önöknek is a figyelmet, kérem, hogy ha még esetleg nem tették volna meg, akkor iratkozzanak föl csatornánkra. Folyamatosan készítjük a beszélgetéseket szakértőkkel, elemzéseket geopolitikai, geostratégiai kérdésekben, kiemelten a háborúval kapcsolatban, de más témákban is. Úgyhogy köszönöm az egész heti figyelmüket, Morvai Péter szerkesztő voltam, és a jövő heti találkozásig viszontlátásra.